A semmit rólunk nélkülünk Európai Uniós elvvel gyakran szembe mennek a hazai jogalkotók, valamint a jogszabályokban foglalt esélyegyenlőség biztosításának megvalósításai is. A mai konferenciának ezért is kiemelten fontos az a szerepe, hogy a beilleszkedni vágyó sérültek, valamint a többségi társadalom is tájékozódjon az együttélés lehetőségeiről és formáiról. Többek között erről is beszélt a Van esélyed elnevezésű konferencián a Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei egyesületének elnöke. A szakmai konferenciánk arra keresi a választ, hogy van-e esélye egy látássérültnek részese lenni a többségi társadalomnak a foglalkoztatás területén, az akadálymentesítés területén, a jog területén, az egészségügy területén, a segédeszközellátás területén, és a művelődés területén, mert hogy egy könyvtárba vagyunk, tehát azokat a lehetőségeket fogjuk megmutatni, ami ma egy látássérültet érheti a szocializációban. Az 1998-ban megfogalmazott esélyegyenlőségi törvény elmúlt 20 éves periódusát is megvizsgálták a konferencia résztvevői. Petrus Anna jogász szerint a változások előremutatók. Történtek változások, főleg én úgy gondolom az oktatás területén jobban kinyíltak az emberek, akár a fogyatékos emberek, akár az úgynevezett egészséges emberek jobban kinyíltak, és úgy vettem észre, hogy jobban elfogadóak a fogyatékos emberekkel szemben. A közlekedésben is elkezdődött most már azért az akadálymentesítés, például a hangos jelzőlámpáknak a felszerelés egyre több helyen van, illetve a gépjárműveknek is, az autóbuszoknak is elkezdődött a meghangosítása, ami nagyon-nagyon sokat számít egy látássérült embernek a számára. Petrus Anna hozzátette, a pedagógusok egyre jobban el tudják látni a látássérültek oktatását is, mely az óvodától egészen a felsőoktatásig tart. Ez pedig Baranyai György szerint egyre több esélyt jelent a munkaerőpiacon való elhelyezkedéshez. Már, ha nem is a legjobb esélyekkel indul egy látássérült, de egyre több és több esélye van. Köszönhető ez annak, hogy elég sok jó és elég sok újfajta segédeszközt használunk. Többek között az okostelefonok, az informatika térnyerésének köszönhetően fontosnak tartom megjegyezni azt, hogy aki az oktatásban is helyt tud állni, tehát középiskolában, felsőoktatásban, őnekik egyre nagyobb esélyük van arra, hogy a megszerzett végzettségeiket tudják hasznosítani a nyílt munkaerőpiacon, vagy akár a védett munkaerőpiacon is. De a látássérültek foglalkoztatása azért nehézkes is, mivel speciális igényű fogyatékossági csoportról van szó, így elég, mondhatjuk azt is, hogy eléggé zsebbenyúlós, mondjuk adott esetben egy képernyőolvasó program beszerzése, vagy pedig a környezet valamilyen mértékű átalakítása ahhoz, hogy egy látássérült is foglalkoztathatóvá váljon. A tanácsadó hozzátette, a védett munkaerőpiacon jelenleg még könnyebben helyezkedhetnek el a látássérültek, azonban egyre jobbak a lehetőségeik a nyílt munkaerőpiacon is.